A Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházában mutatták be június 22-én a Tóth Krisztina és Tusor Péter szerkesztette Inventarium Vaticanum I, a budapesti apostoli nunciatúra levéltára 1920-39-ig című kötetet, amely az MTL PPK Lendület egyháztörténeti kutatócsoport legújabb kiadványa. A Magyar Tudományos Akadémia részéről kiemelt elvárása a Lendület kutatócsoportok irányában, hogy eredményeiket minél szélesebb körben prezentálják, minél szélesebb, nem csak tudományos nyilvánosság számára. Ezért minden részprojekt lezárásánál szervezünk legkülönfélébb helyeken, mi most már láthatjuk szakmai bemutatókat, de ez csak az egyik célja a mi ilyen jellegű tevékenységünknek. Tulajdonképpen az úgymond ismeretterjesztésnél sokkal fontosabb, hogy ezeket az egy-egy kutatócsoporti programunk során lezárásra kerülő részprojekteket egy ilyen mini workshop-szerűen kicsit föl is dolgozzuk és bemutassuk azokat a lehetőségeket, amelyek az egyháztörténeti dimenziókon túl, ugye a szakmai recepció és interpretáció részére, hát esetleg rendelkezésre állnak, vagy hogy milyen lehetőségek merülnek föl ilyen téren, és ebben a megközelítésben a mai délután egy nagyon különleges alkalom, és nem csak azért, mert mai késő délután és este a tudomány és a sport is találkozni fog, ugye, hanem amiatt is, mert alapvetően azért vatikáni kutatások oldaláról és egyháztörténeti megközelítésből végzett munkánkat, ugye Romsi és Ignác professzor úr fogja értékelni, mikor abból a szempontból, hogy mit mutathat ez az anyag, nem csak az egyháztörténet, hanem a két világháború közötti magyar történelem egésze, és hát különösen a politika történet vonatkozásában, illetve eljött közénk nuncius úr is, aki pedig egy nagyon sajátos, és mi nem is gondoltuk ebben a munka során hasznosítási lehetőségét, vagy fontosságát veti fel ennek a projektnek, és hát mi volt maga a projekt? Kérem szépen, a mai alkalommal nem egy monográfia, nem egy tanulmánykötet vagy egy forráskiadás fogja lezárni részkutatásunkat, ugye már maga a műfajok is, és még a témák is mutatják a vatikáni gyűjteményekben lévő forrásoknak köszönhető sokszínűségét térben, tematikában és időben, hanem egy inventáriumot fogunk bemutatni, ami így nem egy szerzői munka, hanem tipikusan ugye egy kétfős szakmai munkának a megfogalmazása. Ez az inventárium pedig ugye a budapesti apostoli nunciatúrának a levéltárát összegzés tárja elénk, hogy milyen eredménnyel és milyen céllal értük el célunkat, ezt a mai alkalom legalábbis, ha nem is teljességében, de valamilyen módon azért megmutatja. Az esemény házigazdája Török Ádám az MTL főtitkára volt, aki köszöntőjében elmondta. A program égisze alatt zajló kutatások közül az egyháztörténet különösen izgalmas és ígéretes terület, hiszen mind a mai napig rengeteg elhanyagolt probléma feltárandó forrás nyújt új munkát a kutatóknak. Török Ádám szerint, ahogy azt eddigi eredményei is bizonyítják, a Tusor Péter által vezetett kutatócsoport e hatalmas feladat teljesítésében kiváló irányt képvisel. Az akadémia a bölcsészeti tudományok területén ugyancsak támogat néhány nagyon sikeres lendület kutatócsoportot, például a Szent Korona, a Kortárs Magyar Zene, hát illetve az egyháztörténeti kutatócsoportot, amelyeknek a különös fontosságát az adja, hogy ez a terület néhány évtizedig szinte nem is létezett a hazai kutatásokban. Rengeteg feltárandó forrás van, és vannak olyan korszakok, amelyeket igazából sokkal kevésbé ismerünk, mint kellene. Tusor Péter és csoportja például, amennyire meg tudom ítélni, nagyon fontos szerepet játszik a 16.-17. századi királyi Magyarország kutatásában, mert a történettudományról én azt láttam, hogy inkább a török hódoltsággal foglalkoztak eddig. A mai bemutatón egy forráskiadványról fognak beszélni a kollégák. Ennek a kutatócsoportnak a működésében kiemelt jelentőségű ez a fajta forráskutatás, mert mint ahogy az egész terület, ez is el volt hanyagolva sokáig. Úgyhogy én nagy örömmel nyitom meg ezt a mai könyvbemutatót. Nagyon örülök, hogy ilyen magas rangú vendégünk van, mint nuncius úr, és Tusor Péternek pedig további sikeres munkát kívánok,
És bizony önző is vagyok akkor, amikor előre jelzem, hogy a következő műveiket is szívesen szeretném elolvasni, mindig elolvasom őket. A kötet tudományos jelentőségét Romsics Ignác akadémikus, Széchenyi díjas történész ismertette. Bemutatóját a Horthy korszak histográfiájának rövid áttekintésével kezdte. Rámutatott arra, hogy az 1920 és 44 közötti időszak kutatása ma is politikailag túlfűtött légkörben zajlik, Tóth Krisztina és Tusor Péter munkáját azonban e tekintetben is az üde kivételek közé sorolta. A kötet két egységből áll, egy bevezető tanulmányból és egy inventáriumból, azaz forrásgyűjteményből. A bevezető tanulmányról a történész megállapította, hogy a korszakkal kapcsolatos kutatásmódszertani kérdésekről és a Budapesten működő apostoli nunciatúra 1920 és 39 közötti történetéről, különös tekintettel a korabeli magyar katolikus egyházi hierarchia, valamint a magyar állam és szentszék kapcsolatrendszerének bemutatására egyaránt átfogó képet ad. A kötet bemutatót Alberto Bottari de Castello, budapesti apostoli nuncius beszéde zárta.